Az elmúlt időszakban mindig figyeltünk arra, hogy vendégek is jöjjenek hozzánk. A mai alkalommal a Kakucsi Népdalkör és Borvirág együttes fog föllépni. Velük már találkozhattunk itt, és az együttesnek azon kívül, hogy négyszeres aranypáva díjasok, a legnagyobb erénye, hogy 6 férjet is sikerült bevonni abba, hogy hetente egy alkalommal a nóta, illetve a népdal szenvedélyüknek hódoljanak. Szerintem valamit tudhatnak az asszonyok, hogy sikerült rávenni a férjüket erre, de énekelnek, táncolnak, bár a mai alkalommal csak énekelni fognak. Mint mondtam, hetente egy alkalommal találkoznak. Szerdánként, és ahogy Stégner Évától hallottam, azért az éneklés mellett sokkal nagyobb százalékát kitölti az időnek azt, hogy beszélgetnek. És úgy gondolom, hogy a mai világban az egyik legjobb dolog az, hogyha az ember egy olyan körbe, egy olyan csapathoz tartozik, ahol elmondhatja azt, hogy mi az, ami jó neki, vagy esetleg mi az, ami a szívét nyomja. És ha már a szívről beszéltünk, akkor a szív az az egyik legfontosabb dolog. Fájni tud, de leginkább a férfiaknak a szíve a nők után. És az a tisztás dalcsokor, amit ma idehoztak, azoknak nagy része a szerelemről fog szólni, ami mindennek az alapja, ugye. Ahogy látom, párok ülnek itt, illetve meglett férfiak, akik nem sokára hölgyek után vágyakoznak, szóval valóban a népdalnak az egyik legszebb része azt, hogy olyan emberi érzéseket tud nagyon egyszerűen és nagyon tisztán kifejezni, amit nem mindig merünk kimondani, de dalba öntve sokkal könnyebb. Mástól hallom, hogy a babát
Ennek az első népdalnak a szövegével volt módom egy évvel korábban egy dalos találkozón köszönteni a Pátria kórus vezetőjét, és most nem csak prózában, hanem ím szövegben, tehát nem csak szövegben, prózában, hanem dalban is most szeretnénk ezt előadni, de ezt a dalt megfejeljük még egy nagyon szép köszöntővel, mind a kettő Erdélyből származik. Kívánjuk szívesen az Isten életesen benneteket. Azelőtt a népdal
népdalon keresztül próbáltuk az emberi érzéseket közvetíteni, addig egy vidám, jó hangulatú nótacsokor következik. A nóták nagyon sokszor lebecsmérelték, és műfajilag nem sokat adtak rá. Azt mondták, hogy pongyola, túl egyszerű, nincs benne semmi izgalom. És aztán kiderült, hogy a nóta az arra nagyon jó, hogy a közösségeket összekovácsolja, hogy az emberek együtt legyenek, és hogyha nem is ugyanazzal a szöveggel, egy picit másképpen, de ugyanarról énekeljenek. Itt mögöttem már szép csikorgást lehet hallani, ez azt jelenti, hogy a péntek 13 csapat férfi tagjai már rendkívül izgulnak, pakolnak. Természetesen az ő produkciójukban is ott lesz a bor, mert hát ugye, ha a férfiak a nőről beszélnek, akkor ezt csak úgy tudják igazából megtenni, hogyha mellé egy pohár jó minőségű bort is lehörpintenek. Na most az, hogy milyen minőségű lesz, az majd kiderül, hiszen az egyik számot ma már hallottuk, ennek az volt a címe, hogy Lőre, Lőre, Cudar, Lőre. Hát borásztok, azt hiszem, hogy most a fejüket fognák, hogy akkor milyen lehet az a bizonyos folyadék. Hát, mint kiderült, ez amire a péntek 13 nótázni fog, az nem máshonnét, mint Kőnég Józsi pincéjéből származik, tehát majd meglátjuk, hogy milyen bora van, hogy tudnak rá énekelni a férfiak.